Hello! Ma egy még régebbi történetet hoztam el nektek. 2018-ban egy diákprogram keretében a nyarat Amerikában töltöttem, az akkori barátommal. A lényege annyi volt, hogy minimum 7 hetet ledolgozol egy klasszikus gyerektáborban, amiért kapsz 1200 dollárt, majd odautazol Amerikában, ahová csak szeretnél. Eredetileg mosodásnak vettek fel, de kiderült, hogy egyel több embert vettek fel arra a posztra, így engem a takarítókhoz utyintottak oda. De nem panaszkodhattam, a munkám a táborba így is a könnyebbek közé tartozott. Mik voltak akkor a nehezek? Például a karbantartás, ahol szemetet kellett szedni és árkot ásni. Vagy a konyhai munkás, akik napi 12 órát is dolgoztak egy Gordon Ramsay típusú rikácsoló séf alatt. Yes, sir. Wake up! Yes, sir. Kill the spinach to order, you lazy cow! Ami a szállásunkat illeti, egy ilyen luxusosan felszerelt, koedukált viskóban laktunk. A fürdőben pedig mindig friss virágillat volt, mivel szó szerint át lehetett látni a padlódeszták között a virágokra. Á, csak viccelek, nem voltak virágok. De lehetett volna rosszabb is. Egy ismerős egy másik táborban dolgozott, ahol a WC-n még csak ajtó sem volt. Egyetlen lepel hivatott kiszűrni minden hangot és szagot, ami a fürdőből kijöhetett nap mint nap. Az ágyak minőségi préselt deszkákból voltak összetákolva, amelyekből az apró éles kis csavarokra akár akasztani is lehetett valami kis apróságot, vagy maradandó sebet szerezni tőle. A takarítás egyik nagy előnye volt, hogy megtarthattuk a gyerekek által hátrahagyott, vagy elvesztett, vagy kidobott dolgokat. Szó szerint mosómedvék lettünk. Ha már szó volt az állatokról, a táborunk gazdagolt bennük. Volt nyuszi, mókus, medve, bűzös borz, sáska, ló, madár, molylepke, aligátorteknős, pulyka, egér és kutyus. A nyár közepén nyílt nap volt a szülők számára, és azok jöttek is rendesen. A szülők ilyenkor egy egész hónapra való édességet hoznak a gyerekeiknek, akik mindezt úgy értelmezik, hogy egy napra hozták, és az egész készletet egyszerre behangsolják, amíg szó szerint ki nem hánynak mindent. Milyen varázslatos nap! Munka után időnként csináltunk azért szórakoztató dolgokat is, mint dobolni a zeneteremben, dementorként futni az esőben, csónakázni a tavon, néha kivittek minket a Walmartba. Bowlingozni, vagy sörözni, néha akár kirándulni is.
A nyár vége felé a gyerektábornak vége, és másfajta rövidebb táborokat tartottak felnőtteknek. Volt kutyakiképző tábor például, ahol megtanították a kutyák gazdáinak, hogy kell a kutyájukat tanítani. A tanításban a drogkeresés is benne volt. Ezután a csed farkas kutyákat béta kis mopszok váltották fel. Annak viszont nem tudom, mi volt a lényege. A kajákat összességében a táborban úgy lehetne jellemezni, mint Donald Trump. Sok kalória, de kevés tápérték. A kollégáim szintén diákok voltak, magyarok, szlovákok, csehek, lengyelek, spanyolok, mexikóiak és kolumbiaiak is. Nagyon kellemes társaság voltak, de sajnos szorosabb barátságot nem sikerült kiépítenem, mivel munka után nekem mindig lemerült a szociális aksim. És inkább pihentem vagy néztem filmet az informatikai teremben, miközben ebédről megmaradt nasikat ettem. Kollégáimnak egyszer olyan ötlete támadt, hogy bérelnénk egy autót, és elmennénk a Niagarához. Korán reggel indultunk, és útközben ütköztünk nehézségekbe is, de végül sikerült odaérnünk. Utána még volt egy kis időnk, így visszafelé megálltunk egy közeli városban, Buffalo-ban, egy kis Buffalo Wings-re. Azután a srácok fentről is meg akarták nézni a várost, így bementünk a városház épületébe, és ott megkérdezték, hol lehet felmenni a tetőre. Fura kérdés volt egy városházán, hogy feljutottunk. Végén elbúcsúztunk a tábortól és a többiektől, és felszálltunk a New Yorkba tartó buszra, hogy megkezdjük az életünk addigi legnagyobb kalandját.